Annának is Hansnak az édesapja. Please, Mr. Varlberg, sir. Ah, you're the new chambermaid, I presume. Well, it's about time. I'll be giving you instructions when I get back from the factory, and until then, excuse me, sir, but I am not a servant. Well, who are you, then? My name is Kate Walker. I'm a friend of your son, Hans. Look, miss. To my knowledge, Hans has no friends. That boy is a complete misfit. I can assure you I am, Mr. Varlberg. Miss, the boy who yesterday was my son, today is but a puppet of himself, wound up in his strange obsessions and his queer pet hobbies. That boy only has one friend, and that friend is trouble. Would it be possible to see Hans, please? Impossible. He's being punished in the attic. Sir, it's very important. Miss, Hans has been sent to the attic until further orders. I don't want him getting up to any more harebrained mischief while I'm at the factory. You're going back to the factory, yes? Of course. Like every day. Is Hans going with you? Not on my life. The boy has lost all sense of discipline and method. And discipline and method are the primary qualities of any self-respecting automaton manufacturer. Goodbye, Mr. Varlberg. Goodbye it is, Miss Walker. Nos, akkor nézzünk fel az emeletre. Én szerintem. Ezt próbáljunk meg bemenni. Nothing I can do. It's locked. És a kulcs az gyakorlatilag az öreg Volardegnek a zsebében van. Amit csak akkor fog kitenni, hogyha elmegy a gyárba. Mert hát, hogy értelemszerűen ki az az ember, aki magával visz egy olyan kulcsot, aminek következtében be van zárva fönt a fiapadláson, akkor inkább itt hagyja. Na, gyakorlatilag egyetlen egy dolgot tudunk ebbe a házba csinálni. Ezt az órát tudjuk valamilyen szinten működésre bírni. Csak ugye egyetlen egy probléma van, hogy beragadt. Na kérlek szépen benneteket. Meg lehet nézni az órát. Gyakorlatilag megállt 3 óra előtt 15 percet, tehát 3:43 van. Vagy legalábbis volt. Visszamehetünk Volberg úrhoz és beszélhetünk vele még egy-két dologról. Sorry to disturb you, sir. What is it now? I've got to talk to Hans, sir. No. For the last time, it's out of the question. The clock in the hall doesn't seem to work. Time, miss. Just when you think it's going nowhere, it starts slipping away like sand through your fingers. Goodbye, Mr. Varlberg. Goodbye it is, Miss Walker. Na, srácok, lányok, gyakorlatilag ezt megoldani eléggé nehézkes feladat. Kettő darab helyről lehet gyakorlatilag rájönni, hogy is kéne beállítani az órát. Egy pillanat türelmeteket kérem. Szóval a lényeg, hogy... Hogyha ezt a kart húzigálom, akkor fél óránként ugrik a számláló, ha pedig ezt, akkor meg a negyedre ugrik, illetve a 45 perc, és a között ugrál a dolog. This thing's stuck. De hát ugye az a probléma, ami most már nem is igazából probléma, hogy be kell állítani itt a számlálót arra, amennyi időt mutat. Hogyha ezt megtettük, akkor ezeket a kis bábukat meg tudjuk pörgetni. Aminek következtében el tudnánk indítani az órát, de egyelőre én nem akarom elindítani. Mivel el akarom nektek magyarázni, hogy honnan lehet gyakorlatilag információt szerezni. Na már most ugye
kettő, igazából három darab emberrel, emberkével lehet ebben az álomvilágban beszélgetni, az nem más, mint Anna, az öreg Vollalberg és majd Hans. De ugye Hansszal nem tudunk beszélgetni, úgyhogy marad a két opció, hogy az öreg Vollalberggel beszélgetünk, illetve Annával. Na kérlek szépen benneteket, hogy mivel beállítottuk az órát, hogy 3:43-ra, és felhúztam, így gyakorlatilag el tudnám indítani az órát, de több mint valószínű, hogy nem annyi az idő, amennyi valójában van. És gyakorlatilag ugye a Vollalberg urat, vagy hát Vollalberg úrnál el kéne érnünk azt, hogy elhagyja a házat és elmenjen a gyárba dolgozni. Na most ezt csak akkor tudjuk elérni, hogyha az óra egy bizonyos időpontnál elkezd ugye jelezni. És ezt az időpontot gyakorlatilag nem igazán tudjuk. Vagy hát igazából tudjuk, hogyha nagyon-nagyon odafigyelünk a dologra, de megmutatom nektek, hogy esetleg nem emlékeznétek rá arra bizonyos jelenetre, akkor ide kell jönni Annához. Anna? Yes. Do you know what time your father will return to the factory? Yes, at 7:15 exactly. Thank you very much. 7:15, magyarul délután 19:15. Erre kell gyakorlatilag beállítanunk az órát. Ekkor megy vissza Vollalberg úr a gyárba, de nem muszáj ide jönni Annához. Hogyha nem akartok, de igazából ez a kézen fekvő, mert ebből lehet biztosra tudni, hogy igen, 7:15-öt kell beállítani az órán. De a másik pedig az, hogy amikor bent voltunk a kolostorba, emlékezzetek vissza. És ugye Hanshoz odahajoltunk, és még beteg volt. Akkor ugye mondtam, hogy érdemes végig kattingatni a Hanshoz való beszélgetést, tehát mindig fölé hajolni és meghallgatni, hogy éppen mit mond. És Hansnak volt egy olyan mondata, hogy Valadinben most 19:15 van, szóval édesapám az most el fog indulni a gyárba. Mert minden egyes nap 19:15-kor indul el a gyárba. És akkor mondta neki két, hogy nem Hans, nem a gyárban vagy, nem Valadinban vagyunk, hanem Romansburgban. Csak ugye akkor már nagyon beteg volt, és gyakorlatilag félrebeszélt. Na most gyakorlatilag ugye ez a kettő darab utalás van a játékban, hogy hogyan kell eme órát beállítani. És a másik dolog, hogy ez a 19:15, ez még egyszer vissza fog köszönni a játékba. Szóval, mivel felhúztuk az órát, ezért elindíthatom. És látható módon az óra el is indult. Na most gyakorlatilag egyetlen egy dolgot kell tenni. Erre gyakorlatilag önmagatoknak kell rájönni. Be kell állítani az órát. 7:15-re. Majd a jobb oldali kis kallantyút kell meghúzni, jól emlékszem. És utána meg rá kell erre csapni. Érdekesség kedvéért nem igazán lehet most már visszamenni az órához, hiába kattingatok bele 80 milliárdszor, a játék már nem engedi. De a lényeg, hogy igaz, hogy az újság az itt elkezdett röpködni, meg vissza is ment, de itt van a kulcs. Amit szépen lerakott. Na most igazából az órának a beállítása is, hogy 7:15-re kell állítani, az teljes mértékben okés, de hogy az ember rájöjjön arra, hogy meg kell húzni a jobb oldali kart, majd nagyon-nagyon gyorsan rá kell kattintani a csengőre. Erre gyakorlatilag semmilyen utalás nincsen, erre magatoknak kellene rájönni. És gyakorlatilag ezzel megy itt el az idő. Hát akkor használjuk a kulcsunkat. Ja, meg ugye másik érdekesség, hogy értelemszerűen a dokumentumainkat nem használhatjuk itt, illetve telefonunkat se. Ebben az álomvilágban. Nos, de itt van a fiatalkori Hans.
Hans! Hans! It's me, Kate! Nem fog velünk beszélgetni, addig, amíg oda nem adjuk neki a babát. Hans, I've got something that might interest you. The Mammoth Doll. Have you come a long way to be here, Kate Walker? Yeah, you could say. I'm tired now, Kate Walker. I will never see the Isle of Siberia and the Great Mammoths. My life is slipping away. You mustn't say that, Hans. You've got to wake up, do you hear? Wake up! Do you believe that automatons are there to help us in our hour of need? Yeah, sure. This one's called Oscar. I created him. Of course I know Oscar. He's an old friend of mine. I'm very fond of him. Yes, I know. Oscar is worried about you, Hans. You must open his heart for me. Can you do that, Kate Walker? I don't understand, Hans. You've got to wake up now. You've got to come with me. Hans? Hans úgy tűnik, hogy felébredt, úgyhogy illene nekünk is felébrednünk. My God, Hans, what a terrible state you're in. Az biztos, na. Excuse me. Good, very good, toot toot. I don't know what I'm supposed to do. Good, very good, toot toot. Hát gyakorlatilag ő nem nagyon fog nekünk segíteni, de hogyha visszafelé elkezdünk futni, itt van egy ilyen álomfogó, álomkeltő, nem tudom igazából, hogy ennek mi a neve, de ezt meg lehet pöckölni egy párszor. És ugye itt megint előjön a 7 óra 15 perc. És nem tudom, hogy 3 vagy 4 van. Ennyi. Ez volt az a mondat, amit annó mondott. Na mindegy, akkor több nincsen. Na a lényeg, hogy emlékezzetek rá, hogy visszakaptuk az utcainkat. Itt van ez a Yukol maszk. Ez a Yukol maszkot az onnan szedtem le. És akkor most szépen menjünk, aztán hozzuk ide Oscart. Vagy legalábbis a mozdonyt is hozzuk be, meg Oscart is hozzuk be. Canton, I'm tired. I couldn't give Jack for your namby-pamby clues. I want the girl, you hear me? Canton, answer me for Christ's sake. Canton! New York, are you receiving me? Badly. Canton, speak up! Oh, Christ. There's a minor hitch, Marston. Make that a major one. Ahogy látszik, hogy Canton nyomozó, az eljutott a fakúnyhóba, és ő is találkozott a medvével. Hát bízunk benne, hogy épségben túléli a történetet. Na de kérlek szépen benneteket, ugye egyetlen egy dolgunk van. Na, hogy Oscart idehozzuk. Mivel Hans azt mondta, hogy... Hát gyakorlatilag utalt rá, hogy szüksége van Oscarra. Úgyhogy szépen elmegyünk errefele. És elmegyünk arra, mert ugye láthatjátok, itt vannak a sinek. És ott van a fény, úgyhogy gyakorlatilag ott van a mi kis vonatunk. Most szépen elmegyünk érte. És nem sokára elő fogjuk venni ismételten Alexeynek a könyvét. Azért, hogy meg tudjam nektek magyarázni, mit miért csinálok.
hogy honnan kaphatjuk meg az utalást a rejtvénynek a megoldásához, vagyis hát igazából a problémának a megoldására mit tudunk alkalmazni. Na lényeg, hogy először azért még ezt is bemutatom nektek. Nos, ez a szerkezet gyakorlatilag arra való, hogy behúzza a vonatot. Kettő darab karunk van, igazából ezt a kart nem kell bántani, mert ez világ életébe be volt ragadva és be is lesz ragadva, ezt az egyet tudjuk mi használni. És teljesen jó, mert a gépezet működik, csak ugye meg kéne feszíteni a kötelet, és akkor be is húzná gyakorlatilag a mi kis vonatunkat. De nézzük csak meg, hogy mi is itt a probléma. Hogy a Yukolok, igazából mondta a Yukol vezető, vezér, nem tudom mi a titulusa, státusza, hogy Yukol barátaik azok már kimentek a vonatér, és hogy azon vannak, hogy behozzák, hát igazából meg kell őket nézni, hogy miért nem hozták még be eddig. De itt van kettő darab Yukol barátunk. Próbálj meg velük beszélgetni. My name is Kate Walker. And you are? Nanook Metal. Tuk tuk na. Nanook tuk tut? Nanook Metal. Tuk tut na. Huh? I hope it isn't me you're scared of. Big Nanook Metal. Big big. Tuk tuk na. Na. Nah. Tuk tut. Yeah, I'll remember that one. You don't understand me? Maktijak. Bek nanuk metal na. I've got to say, I don't understand much either. It's just a train. A metal train. Yes, like Oscar. Bek metal. Yeah, that's it. Toot toot. It is not dangerous. Thank you. You are too kind. Kulit. Toot toot. Na, menjünk akkor szépen vissza. Vissza, igazából a vonatunk felé. És nézzük meg, hogy mi is a hatalmas nép probléma. Hát ugye ők nem jönnek ide valamiért, mert valamitől félnek. Azt mondják, hogy a metal, tehát valami fémes dologtól itt nagyon félnek. Most lehet, hogy a vonattól, de nem biztos. Na, nézzük meg, hogy egyedül fel tudjuk ezt a tudtos rakni a helyére? Hát sajnos nem. It's much too heavy. I'm gonna need some help to pull it to the train. És akkor menjünk el szépen Oscarhoz, beszélgessünk vele egy pindurkát. Hát, hogyha ő meg tudja magyarázni itt a dolgokat. Ha nem, akkor megmagyarázom én. Hogy mi is itt a probléma. Oscar. Kate Walker, but where have you been? I was, I confess, somewhat worried by your absence. But I'm here now, Oscar. No. I get the impression the Yukols are afraid of you. And why? I am not afraid of them. They've probably never seen an automaton with your degree of perfection before, Oscar. Most certainly not. Automatons like me don't grow on algae, you know. Haven't you noticed, Oscar? The hillside is hollow, and the tracks lead right inside of it. Yes, it is indeed a strange situation. The hill trembles, then a gate opens, and some of the local inhabitants exit. They even came right up to the train carrying a cable. I spoke to them most correctly, but they ran away. Vroom! I really don't see why. You've got to get us up and running and continue down the track. Impossible, Kate Walker. The engine springs need winding. I fear that we can advance no further, unless you expect to find a winding mechanism around here. I must say, I find it somewhat strange that Mr. Vorarlberg had not foreseen that eventuality. Maybe he did. Jó, gyakorlatilag ugye itt van a megoldás, Yukolmas. Have you found a way of entering the cave, Kate Walker? Not yet.
Hans? Oscar, I found Hans at last. Ah, excellent. And what did he say? Nothing. Nothing? But is he okay? No, Oscar. Hans is not okay at all.